Az Európai Úszószövetség beszámolója szerint 46 nemzet 548 versenyzője indul a rövidpályás Európa-bajnokságon Koppenhágában, a Royal Arena két medencéjében. A dán főváros új és rendkívül korszerű létesítményében ez lesz az első sportesemény, ahol 32 magyar úszik, majd köztük Gyurta Gerge is. Gyurta Gergely 1500 méteres gyorsúszásban volt már Európa-bajnok rövidpályán 2013-ban. Tavaly a teljesítményén túl kiharcolta, hogy a windsori rövidpályás világbajnokságon 1500 gyorsan és 400 vegyesen is indulhasson, majd pedig komoly nemzetközi visszhangot váltott ki azzal, hogy végül mindkét nehéz állóképességi számban döntőbe került. Aztán 1500 gyorsan 7., 400 vegyesen 4.04.89-es idejével a 6. lett. A mostani rövidpályás EB-n számára a 400 vegyes lesz a hangsúlyos. Sajnos ezen az Európa-bajnokságon muszáj volt döntenem a kettő versenyszám közül, hiszen a tavalyi világbajnokságon viszonylag több idő volt, tehát másfél óra volt a két versenyszám között. Most egy darab 4x50-es vegyes váltó lesz közte, ami valljuk be a 400 vegyes és a 1500 gyors a két legnehezebb versenyszám között nem elegendő idő ahhoz, hogy mind a kettő versenyszámot úgy tudjam teljesíteni, hogy az érdemben megfelelő legyen. Ez mindig nehéz, mert igazából az 1500 gyors sokáig az erősségének számítottam, amióta elkezdtünk a 400 vegyessel foglalkozni, azóta ugye abban nagyobb fejlődési lehetőség volt, amiatt, hogy a másik pillangó hátmell úszásnemek egy kicsit hanyagolva voltak az 1500-ös felkészítés alatt, tehát ebben több volt úgymond a tartalék. Emellett, hogy a tavaly úszott 4.04-es ideje az egy nagyon jó időnek számít. A mostani EB felkészülést tekintve az őszi rövidpályás világkupa versenyek saját és edzője bevallása szerint jót tettek Gyurta Gergelynek. Októberben Dohában a 400 vegyes harmadik helye után 1500 méter gyorsan győzött, Pekingben 400 vegyesen bronzérmet szerzett, Szingapurban nagy fölénnyel nyert aranyérmet az 1500 méteres gyorsúszás döntőjében. Neki nehezebben indult egy picit a világkupa, a pekingi versenyen még távolabb úszott a legjobbjaitól, de ő is a Tóki és a Szingapur fokozatosan fejlődött, és így igazából az önbizalma azt mondom helyre került. Neki a négy vers nem sikerült annyira jól, mint a gyorsúszó számok, de a legutolsó fordulóban úgy éreztük, hogyha a Szingapurban is tudott volna 400 verset úszni, jobb lett volna, mint az előző. Gyurta Gerge is úgy érzi, hasznára volt a VK sorozat. Ez már a negyedik évünk az, hogy világkupán elindulunk, és szeretnénk sorra-sorra menni. És tényleg azt vettük észre, hogy ez nagyon hasznos mind felkészülésben, mind pedig azokban a technikai elemekben, amiket ugye edzésen nem tud az ember gyakorolni, hiszen tudhatatlanul is nincs rákényszerítve azokra a szituációkra, amit egy versenyszituáció rákényszerül. Kijöttek azok a hibák, amiket, hogyha nem megyünk el, nem biztos, hogy meg tudunk itt az Európa-bajnokság előtt, és nem biztos, hogy tudunk változtatni. Úgyhogy mindenképpen egy nagyon hasznos állomása volt a felkészülésnek. Ilyen előzmények után 400 vegyesen robbantana nagyot. Ez egy nagyon nehéz választás volt, hiszen mind a két versenyszám a szívemhez közel áll. Ennek ellenére még mindig be vagyok nevezve mind a két versenyszámra, tehát azért bízom benne, hogy a 400 vegyesen sikerül bekerülni a döntőbe, hiszen elsőleges célom az, hogy bekerüljek, és onnantól már bármi előfordulhat. Jóslásokba ezúttal sem szívesen ment bele edző és tanítványa, de azért a céljaikat elárulták nekünk. 400 vegyesen szeretnék egy nagyon jó eredményt elérni. Nyilván önmagamhoz képest szeretnék jó időt úszni. Nem mondom, hogy éremért megyek, de titkon éremért megyek, tehát szeretnék érmet nyerni. Nagyon szoros a mezőny, tehát azt gondolom, hogy sokan pályázunk arra az éremre, de tényleg az elsődleges célom az, hogy jól érezzem magam, egy jó versenyt tudjak, és tényleg úgy szálljak ki a vízből, amikor becsaptam a célba, hogy igen, én mindent beletettem, és elégedett vagyok. Nagyon nehéz megmondani, hogy mire elég, mert őnála egyrészt a rajtlistából az derül ki, hogy egyrészt szoros, másrészt vannak olyanok, akiknek gyengébb a nevezés ideje, mint az egyéni legjobbja. De azt gondolom, hogy ha az egyéni legjobbja körül tud úszni, akkor az egy nagyon, nagyon jó eredmény lehet.